A TAO partnereken kívül Tóth József, a Kozár Mislenyesek kosárlabda szakosztály vezetője, valamint a Városi Sportcsarnok létesítményigazgatója Feleki Árpád tett sokat azért, hogy javuljanak a kosarasok edzés körülményei Kozár Mislenyben. Csak nem két éve álmodta meg a szakosztály, hogy fejlesztést hajtanak végre. A mennyezetről leengedhető palánkok megérkeztek, és a sportolók már birtokba is vették azokat. Hát körülbelül két éve egy kerekasztal beszélgetésen döntöttünk úgy, hogy a helyi sportlétesítményt fogjuk fejlesztésekkel, beruházásokkal erősíteni. Ennek egy része már ez a körülbelül 3 millió forintos beruházás, melynek során kettő mennyezetről engedhető palánkot tudtunk sportolóink számára átadni. Komoly szakmai előrelépést jelent, hogy ezentúl már 4 palánk segíti az edzők és a sportolók munkáját, de a tervek szerint további palánkokkal bővül majd a sportcsarnok. A folyamatos építkezésnek köszönhetően már nem csak Kozár Mislenyből, hanem Pécsről, Komlóról, Olaszról és Szederkényből is járnak edzésre gyerekek. Pici változás történt, tehát úgy néz ki a történet nálunk, hogy Ovival kezdjük a képzést, és U18-as korosztály, ami az utánpótlásban a legmagasabb, őket tudtuk elindítani. Tehát Ovi előkészítő, ez az általános iskola egy második, kenguru korosztály, ez az U11, gyermek az U12, serdülő kadett U18, és az idei évben megyecsapatunk van, valamint a következő szezonra tervezzük azt, hogy MB2-t indítunk ismét Mislenyben. A 3 millió forintos beruházást TAO támogatásból, valamint jelentős saját szakosztályi tőke bevonásával tudták megvalósítani, így a városnak nem kellett önerőt biztosítania. Kozár Mislenyben fontos a sport, a városvezetés célja, hogy megújítsa köztereit, parkjait, több szabadidős és sportolási lehetőséget teremtsen az ott élők számára. Nagyon fontos a város életében, ugye hát nap mint nap találkozunk vele, hogy olyan sportéletünk van mindegyik szakosztályban, illetve nagyon sok fiatalt nevelünk már iskolás óvodáskortól. Jelenleg is futnak olyan pályázataink, amiben ugye megint arra gondolunk, és most nem a versenysportról beszélünk, hanem megpróbáljuk megmozgatni a tömegeket a tömegsportról. Ugye a Zöldváros programán keretein belül egy futópályára van beadva a pályázatunkat, reméljük, hogy nyerünk, és ott a megfelelő támogatottságot fog kapni, hogy közelműségben ez is megvalósuljon. A Zöldváros program keretében továbbá új játszóteret alakítanának ki, parkolók épülnének, parkosítanának és utcabútorokat helyeznének el. Emellett egy vendéglátóhelyet is terveznek.